Sziasztok, itt vagyunk a hétfőbünk következő részében, és az előző részben az volt, hogy mindenhol Prank Day nap van. Tehát ugyanaz a tehát, két különböző mentés, és mindenhol Prank Day nap van. Szerintem ezt kiékszelem most. Szóval az előző részben ugye eljegyzés volt, ilyen tengerparti eljegyzés, és akkor azt mondtam, hogy szerzünk annyi pénzt, hogy most egy esküvő legyen. Ugye esküvő az 1000 szimoleonnak kell, hogy legyen. Úgyhogy gyere, még veszünk vérmintát, vízmintát a vízeséséből. Remélem, hogy most tudunk, mert akkor megkapjuk a fizetésünket. Hát mintát nem veszünk most, mintát nem veszünk, de milyen jó, hogy itt nincs cápa. Mármint, hogy tudom, hogy van, csak hogy azért nem csap le rá. Azért, ja igen, és akkor megfogadtam, hogy akkor lehet, hogy a bikiniét is egy kicsit átrakom másmilyenre. Mert ez egy kicsit, hát igen, volt két olyan index képem. Oké, ez megvan. De miért ezt? Jó. Úgy a szintet kéne elérni. Mit csinálsz? Fürdesz? Jó. Na szóval volt két olyan index képem, amit sajnos a YouTube az letiltott. Gyere, takarítsd el. Ó, megfürödhettél volna közben. Ó, mi van a gyerekkel? Nagyon megint pirosban, állandóan. De tök puri, hogy így felvittem az egyik mentésembe, és most az összes mentésembe ugyanígy van. Ja, értem. Na jó, van, figyelj csak akkor, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit... Igen, unatkozik sajnos, a gyerek unatkozik, nincs mese. Vágjál neki vicces arcot. A gyereket szórakoztatni kell, kérem. Ezeket meg innen elpakoljuk. De jó, hogy vettem, azóta is ide teszik. Meg oda. Ó, milyen, mi van itten? Ó, ezt még gyorsan meg tudnád enni. A gyere egy játszást azért. És az jutott eszembe, hogy a tengerparti életet át fogom változtatni, és elkezdek gonosz dolgokat csinálni, szóval megtévesztés mestere fog lenni, úgy döntöttem, és nem tudom milyen trétjei vannak, de mindjárt megnézem. Jó. Szerintem át fogom változtatni a munkahelyét, ökleptomániás. Tehát itt van, és lehet szavazni. Úgy aztán már szavazunk. Oceán gyermeke, és oké. Lehet, ja igen, gyere csak átváltoztatjuk a ruházatodat. Oké, úgy döntöttem, hogy elviszem Marát egy fitness terembe, mert hogy igazából nem akar úszni meg semmi, fogyni se. Nem is tudom, hogy menjünk ide az ugye hagyományosba. Oké, akkor kezdjük azzal, hogy itt gonoszkodunk. Paparazzival nem gonoszkodunk. Gyere, edzél egy kicsit. Ugye már megfogadtam, hogy egyszer átalakítom, de mindig elfelejtem. De mindjárt is alakítom. Egy kicsit átalakítjuk ezt a részt. Mondjuk. Aztán már kicsit gonoszkodunk, mert úgy döntöttem, hogy ő igenis gonosz lesz, nem lesz jó. Mert az túl unalmas, hogyha valaki jó, elvégre az egész család egy nagy gonosz család lesz. Ők tényleg gonoszak lesznek. Ó, segít nekünk. Mark, vagy hogy hívják? Nem is tudom, Marknak hívják. Markus. Hát jó van.
elvesztette a munkáját, ugye, vagy nem tudja a megbízását. De mindegy. Nézzük neki, mit kell csinálni egyébként. 10 gunyoldást, ó, meg két ellenséget kell szereznünk. A gyerekkor, Markus. Oké, a 10 darab csintevést szerintem meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy bűnöző. Jaj, ne, ne, várj, nem ezt akartam. Véletlenül rákattintottam. Következő. Kezdjen a nevetséges szóbeszédet. Ez a büdös halat nagyon tetszik nekem. Hazudjon a karrierjével. Lehet, hogy bele nem leszünk annyira jobban, még annyira rosszba se kéne, mert lehet, hogy jönnénk még ide edzeni. Kicsit... nem akarom, vele nem akarok ellenséget, meg ki, megnézek valakit. És... köszönöm meg összeesküvés teóriákat. Kérdezte meg a legkedvesebb dolgairól. Nézzük, van-e valaki? Te ki vagy? Hát mennyi pisél, nem... Veled úgyse sokra mennénk szerintem. Viszont veled lehetne. Te, ha jól tudom, Szulámiban élsz. Ott is megijesszük, persze. Ú, de viszont benne van a beszélgetésben Markus, úgyhogy lehet, hogy ki kéne. Aha, így lehet jól. Ijesszük meg még egyszer. Majd ezeket egyébként kivágom, nem lesz nyeljen ennyire hosszú, majd nyilván a lényeget fogom, csak egy-két rész. Ó, nem, nem romantikus, te hogy is. Markus, te menj már innen, nem tudsz elmenni innen? Menj innen. Nem tudjuk hazaküldeni innen? Ripaza. Quinoi, foibi, fessu, corrente. Wesebu, ukenek, kapow! Shalbo, bempi, guans. Hát most nagyon kezd fáradt lenni. Na jó, van hazaküldem, anyja itt fog összeesni. Ó, pedig nézzétek meg, mennyi mindenki van az utcán. Itt most lehetett volna beszélgetni, meg gonoszkodni. De kár. De jó arra hazajönni, hogy éppen számlákat kézbesítenek a postaládánkra. Jó, hát te inkább menjél aludni. És akkor te meg gyere és fizess be a számlád. Nézzük, nyitva van egyébként a... Itt a sajtos makaroni, amit egyébként megehetnél. Majd, te várjál, még azt akarom megnézni, hogy oppá, nyitva van. Lehet, jó lenne szavazni valamit. Ezekre lehet, aha, vagy ezekre lehet, aha. Hogy ne szere, ne, ja, hogy ne fogyasztjuk a vizet. Mi erre szavazunk. Egész csertők!
Úgyhogy ennyi volt egyébként. Ó, de jó kis tücsük ott. Szépen végzi a dolgát önmaga. És ő megeszi. Pont ezt akartam. Jó. Egyébként mikor lesz a születésnapja? Még sok... Ó, már nem sok, 3 nap múlva. Szuper. Telik az idő. Akkor majd csinálunk egy tortát utána. Viszont neked kéne valamit... Oké, ez hogy kell? Beszélgetsz az ügyfél, és modolj egy játékot. Na, ez jó lesz. Ez jó. Akkor gyere beszélgessél az ügyféllel. Hát túl sokat nem fejlesztettük egyébként Feliciát, de... Ó, menni kell dolgoznia. Ó, nem baj, még aludjál. Legyél fáradt. Majd mész utána dolgozni. Ó, ez elég hamar eljött, hogy már mennie kell dolgoznia. Tipikus, amikor apukát nem hagyja a gyerek aludni, vagy dolgozni. Vagy te már meg is csináltad esetleg? És neveztél a gyerekkel, vagy nem halad? Neki keresel pénzt, aztán majd játszhatsz vele. Hát nem. Mi baj van a gyereknek? Most játszani akar? Öleld meg játssz el vele. És akkor hát, ha egy kicsit utána békén hagyd, de ezt gondolom nem... De viszont... ez bejött. Jó, és akkor utána... Hát ne gyere át. Vaj, neked menned kell dolgozni tényleg. Szavazás, lezárás. Az eco-friendly applikától kapta legtöbb szavazatot. Ú, de jó. Pénteken megismétlődik a szavazás. Jó. Hát igen, nem ártam egy jobb képet venni, de most arra nincsen pénzünk. Egy esküvőt nem tudok összeszervezni, mert megértem egy esküvőt, de egyszerűen nincs rá pénzek. Tehát, hogy nincs pénzük. Hát, hogy apukával egy kicsit itt kellene keresgélni. Kinek tusorot se ártana venni. A maradékot viszont megehetnéd. De jó, nem kell messzire vinni a szemetet. Oké, akkor gyere, ne, legyen egy fürdőt. Aj, nem mindig. Aj, Trícia. Most azt neki valamit tenni? Meggondolta magát, inkább a gyerek az első. Nagyon helyes. Ott van 3 szimulálat, meg elcsönt valami tájat. Na jó, gyere gyorsan. Aludjál. Az a legfontosabb, hogy aludjál. De milyen rendes apuka? Elküldtem előbb fürödni, és aztán inkább elment a gyereket megetetni, és utána feküdt bele a kádba. Hát ez tök rendes tőle. Hát elő nem léptették, hát gondoltuk, hogy nem fogják már is. Csintevés interakciót kell majd csináljon.
És akkor utána te gyere, csináld a... ezt. Mindörökké. Ó, egész jó elhaladt, amikor ugye elromlott a gép. Az ökünk, hogy el, az nagyon jó. Igen, lehet, hogy kéne valamit ültetni majd, de... Nem is tudom, hogy van nekünk valami, de igazából itt nincsen marának. Marán... Ah, csak ilyet nem tudunk amúgy ültetni. Aha, nem. Ilyen maszatot nem tud. Jó, viszont el tudjuk ezeket adni, mert ezek neked se kellnek most már. Ezeket is adjuk. Még egy kicsit bírt kéne, ahogy neked kéne főzni is. Oké. Megkapta. Megkapta, de ó, majdnem megvan az 1000 szimoleon. Majdnem megvan az 1000 szimoleon. Hú, akkor ne főzés semmit. Hanem gyere csak ide ki. Kutassa. Nem tudom, ilyenekért. Gyere. Az nem szórakozás? Tengerparti kagyló? Ez mi? Van hozzá egy chips. Jó, építsi homokszobrot, mert annyira feszült vagy, hogy... Egy romlott chips. Na. Ezt nem lehet eladni. Jó, akkor tudod, mit mi lenne, hogyha őt felköltenénk? Gyerek eljön fel, és egy kicsit egyepegyéznétek, mert tudom, itt a gyerek, de alszik, úgyhogy remélhetőleg ez nem okoz gondot. Szerintem marára is ráfér a... Nem marára, inkább éhes. Nem baj, egyszer süt fel nekünk a szórakozásunkat. Szórakozási szintünket. Nem tudom, hogy hozzáfognak-e valamihez egyáltalán. Jó, hozzáfognak. Jó van akkor. Hát végül is takaró alatt van. Ó, ünnep lesz, úgyhogy az ünnepet akkor itten kiiktatom, azért, mert akkor nem lehet esküvő. Esemény nem lehet hozzáadni. Oké. Okay. Akkor te feküdj le aludni. Nem szundítani. Aludni. Te meg éhes vagy, akkor gyere, csinálj egy kaját. Nem is tudom, mikor főztünk utoljára, hogy át... Nem tudod, mint inkább egy-egy gyors kaját, azért... Mondjuk egy... mi baja van a gyereknek? Ja, most ő ilyes. Nem tudom, úgy látszik még mindig hiba ez a... Ettől nem, sose javul meg. Leteszi, jó, hagyd békén, ne, kérlek, ne, na, még egyszer, akkor már tízszer vette föl, de ilyet ezt nem fogjátok látni. Mert én ezt ki fogom törölni, de legalább tízszer vette föl, tízszer rakta, de tízszer, legalább tízszer tette bele a izébe. Most már piszkosulnom. Rettentően sokat... jó. Annyira jó lesz, hogy kaját tudsz neki itt adni, de másra sem jó. És hát kénytelen vagyok, tényleg veszek egy tust, mert ezzel, hogy állandóan fürdeni kell, ez így nem jó. Hát akkor az esküvő a következő részben lesz. Ez egy kicsit most fölbosszantott. Megmondom őszintén,
Néha tényleg ezért nincs sokszor kedvem, nem sokszor jó persze. Néha azért nincs kedvem hozzá kezdeni a Simshez, mert állandóan felülírja magát, ő csinálja, és egyszerűen annyira idegesít, hogy nem is tudom elmondani. És ha meg nem önálló akaratot kiveszem, akkor meg teljesen semmit, tehát nem megy a történet semmit. Most megint valami történik, nem tudom mi. Dolgozni, nagyszerű, tehát egy dolg. Nem, vagy keressél egy kis pénzt, jól teszed. Ne mossál kezed, menjél már, ne, majd mosol ott. Ott megalszol. És ő is éhes. Jó, akkor tudod, mit te fogsz csinálni egy kaját, és akkor legalább lesz valami kaja itten, mert úgy látom, itten senki nem fő semmit, ha én nem azt mondom. Vagy hát ő csinált egy makaronit, de szerintem azt is mi mondtuk neki. Jó. Nem gyorsan megvan. És ez az a miért? Nagyon nem hittek el, mennyire utálom a hibákat a Sims-be. Egyre jobban idegesítenek fel, nem tudom. Nem igaz, hogy a Sims, hogy ilyen drága, ennyibe kerül, és nem tudják ezt megcsinálni, hogy ez normálisan legyen. Nézzük fel, költi Tríciát azért, hogy elmenjenek fürödni, jó lesz. Jó, hát szerintem ebben egy izgalmas rész. Hát tudom, hogy azért nincsen, mert igazából még itt nem tudunk mit csinálni. Majd Marával kellene gonoszkodnunk. Azért is gondoltam, hogy kicsit gonosztává vált. Fogadjunk, hogy meg nem most játszanak, de komolyan. Jó. Utána akkor játszunk vele. Most igazából szerintem neki is. Nem is tudom a munkájával, hogy állítunk. Egyszerűen nem tudom a munkájával. Na, most nincs munkája. Hát igen. Ezt lehet, hogy keresnünk kéne a munkát. Ó, egy kis honalját is, azt is mossad meg. Instrukciót akart adni. Jaj, Pippi, hát most bírt ki egy kicsit játszál vele, aztán mehetsz fel pisilni. Kiváló, de viszont a csintevése nem, úgyhogy nem hiszem, hogy előbe fogják léptetni. Hát megvárom, még hazajön a munkából, és aztán be is fejezem, mert egyelőre ennyi ebbe a részbe. Szerintem a következő részben meg ezt, vagy az esküvő, vagy felnő a gyerek, vagy mind a kettő. Megpróbálom egybe beletenni, egy részbe. Mert szerintem már igen. Hát a gyerek biztos fel fog nőni, szerintem az esküvő is meg lesz. Te mit csinálsz itt? Iszol. Aha, viszont te, már itten vagyunk, főzzél egy tortát. Egy csoki tortát. Feltesszük a gyertyát, és eltesszük, hogy azt már ne kelljen. Na, hazajött mara, hát, vagy elcsöntött tárgyat a munkába, és azt hittem előléptették, de nem. Nem. Szórakozás, hát. Hogy elmesztessük a legutóbbi nyugodtan, hogy nem szabad ilyet csinálni. Aha, már írta is. Hol a torta? Vár. Na jó, akkor csinálta. Abba hagyta a torta csinálást. A csávó, de komolyan. Na, még meg, azért akarom megvárni, hogy a tortát megcsinálja, hogy aztán eltegyük. És utána teszünk rá a gyertyát, eltesszük, és szerintem következő részben pedig felnövesztjük.
Tríciát. Vagy végül is. Végül is egy nap híja. Nem, majd a következő részbe föl. Vagy megcsináljuk. Milyen tortát csináltam? Nem néz ki valami nagyon. De miért oda teszik? Nem értem, hogy azt a mosogatót miért oda teszik. És akkor így betesszük a hűtőbe. Aha, nem tudom, hogy azt miért, de egy ilyen szinten van kaja most, mert csinált a... Igen, nem tudom, hogy hívják. Mark. Alszik. Na jó. Úristen, na mindegy. Hát ez a gyerekkel nem egyszerű, mert alig várom, hogy egyébként felnőjön. Mert köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, és találkozunk a következő részbe, ahol majd akkor egy kis gyerek felnő, Tricia, mármint serdülő lesz, és az esküvőt is próbálom megtartani, megszerezni rá pénzt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!